Bach Zoltán vagyok, alias Zoló, és ma este én fogom tartani a Dharma beszéd előtti bevezetőt. Kérdés a témával kapcsolatban, bár... Üdvözlök mindenkit, Zoló vagyok, alias Bach Zoltán. Nem én döntöttem így, de mindig máshogy fogom kezdeni. És azt sem tudom, hogy meddig fog tartani. Viszont... Arról volt szó, hogy kapok egy órát, és akkor... Oda kell az óra? Hozom. Hármas. Kezdjük előre. Jó. Rendben, kezdjük előre. Bach Zoltán vagyok, alias Zoló. Örülök, hogy ilyen szép számban vagyunk itt, egyre többen, napról napra. Kérdés az, miért vagyunk itt? És hol vagyunk egyáltalán? És ezt a gyönyörű szombat estét miért pont itt töltjük? Miért nem sokkal szórakoztatóbb és érdekesebb dolgokkal bárhol máshol? Persze ezek nem lennének annyira hasznosak, mint hogy itt vagyunk, de miért hasznos, hogy mi itt vagyunk? Mi az, amit mi keresünk valójában? És eddig mit találtunk meg belőle? Ebben a pillanatban mindannyian egyek voltunk. Egyek voltunk, de... Akkor te nem jól csináltad. Persze az a helyzet, hogy ezt nem csinálja az ember, hanem ez történik. Ha már valamit elkezdesz csinálni, az már teljesen más, mint ami önmagától történik. Valójában mi azt keressük, ami a cselekvések előtt van. Mi az, ami a cselekvések előtt van? Hát nem az, ami utána. Ha jobban szeretnénk érezni magunkat ebben a testben, hát ki melyikben, remélem, hogy ebben egyedül vagyunk. Tehát, ha mindenki a sajátjában, egyedül, egy testben, egy lélekben, éppen, akkor valójában mit is csinálhat egy ember? Hát alapvetően megszületik, de hát ez is egy külső kényszer, mert hát ha egyszer bizonyos fázisokba belekerül az inkarnációs folyamatban, akkor a megszületés szinte elkerülhetetlen. Egyesek elképzelése szerint valamilyen szintű választás van, de én nem emlékszem arra, hogy engem valaki megkérdezett, és amikor azt mondják, hogy valahol ezt én választottam, akkor én nem emlékszem rá, és ezt is szokták mondani, hogy igen, én nem emlékszem rá, és ez azért van, mert arra sem emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt mit csináltam, és az egész 10 év alatt, és ez tényleg így is van. És hogyha az összes előző életemre emlékeznék, hát akkor nagyon sok információ lenne a homloklebenyemben, és akkor... Igen, akkor nem tudnék a jelenben sem lenni. Tehát amikor az ember belekerül ebbe a folyamatba, akkor megszületik, és nagyjából a hagyományos dolgok történnek vele. A szülők kitalálják, hogy szerintük hogy kéne élni az életet. A társadalom és a körülmények kitalálják a szülőknek, hogy szerintük hogy kéne élni az életet. És a szülőknek meg a társadalomnak pedig egy előző generáció és rendszer találja ki, hogy szerintük hogy kéne élni. Hát itt a változások egészen minimálisak, de olyan, mintha nem lehetne megtalálni azt az embert, hogy azt a forrást, ahonnan jönnek azok a dolgok, mi illik, mi nem illik, mit kéne, hogy kéne, egyáltalán, hogy kéne viselkedni, és hogy kéne élni. És hát amit én észrevettem, azt, hogy bizonyos szabályok, bizonyos törvények és bizonyos folyamatokban én nem érzem magam jól. És hát megnéztem, hogy a körülöttem lévő emberek hogy érzik magukat, bármennyire is végrehajtják ezeket a folyamatokat, és kiderült, hogy ők sem. Vonatkozik ez szülőkre, barátokra, ismerősökre, felmenőkre, és hát most már a lemenőkre is, tehát ugye most már kisebb emberek is vannak, akikkel így lehet beszélgetni, mert most már a kisebbek nem csak 3-4 évesek, hanem most már azok is felnőttek. És ebben az állapotban úgy gondoltam, hogy léteznie kell egy olyan
egy olyan helyzetnek, amit meg szükségszerűen nem kötöttem össze a tudat működéseivel, de hogy egyszerűen egy olyan létforma, ahol az ember érezheti magát jobban. Kicsit jobban, sokkal jobban, vagy máshogy. De nem úgy, mint eddig. És amikor elkezdtem keresni, hát nekem apukám és anyukám alapvetően teljesen hitetlenek, de ez nem is baj, mert múltkor az egyik ismerősöm azt mondta, hogy neki a szüleivel komoly problémák vannak. És mondtam, hogy mi lenne az? És hát mondta, hogy viselkedhetnének máshogy is. És mondtam, hogy igen, ez bárkivel előfordulhat, hogy viselkedhetne máshogy, de hogyha a te szüleid nem így viselkednének, akkor lehet, hogy te nem gyakorolnál. Mert hogy én ismerek egy olyan, konkrétan kettő, az egyik egy lány, meg a családjában minden teljesen rendben van, esze ágába sincs gyakorolni, mert annyira rendben van minden, hogy nem is jut eszébe, hogy gyakoroljon. És nincs benne az a belső tűz, ami arra sarkal jött, hogy valami mást hozzon létre. Na most lehet, hogy úgy tűnik, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, az kellemetlen és fájdalmas, de eddigi tapasztalatom szerint úgy tűnik, hogy a Földre tanulni jöttünk mindannyian. És két tanítómester van, az egyik a kín és a fájdalom, a másik pedig az elfogadás és a megértés. Mindenféleképpen tanít valamelyik, az ember saját maga döntheti el, hogy melyiktől tanul. A kérdés az, hogy észrevesszük-e, hogy éppen tanítás történik. A tanítás bármikor történik folyamatosan, de főképp akkor, amikor az ember reagál. Benne van egy valamilyen helyzetben, és jön egy külső inger, és arra automatikusan reagál. És ha akkor nincs jelen, és ezen a ponton jön elő az, hogy miért ülök most én itt. Mert azt a pillanatot, amikor jön az akció, és még mielőtt jön a reakció, az ekkor van. És hogyha az ember meg tudja fogni ezt a pillanatot, persze hát elsőre nem tudja megfogni, mert már az egész beszélgetés lezajlott, és össze-vissza pofozták az emberek egymást, hanem is fizikálisan, hanem mentálisan vagy érzelmileg. És az első alkalom, amikor ez megtörtént velem, akkor örültem neki, mert észrevettem, hogy észrevettem. Tehát az volt az első olyan pillanat, amikor megéreztem azt, hogy mivel ugye a titok, addig a legnagyobb titok, ameddig azt sem tudjuk, hogy van titok. Ha már van titok, akkor az emberi tudat az olyan, hogy az addig keres, addig forgat, addig csavar, addig megy utána, ameddig meg nem találja, és meg is fejti. És akkor jöttem rá, hogy igen, megvan a titok. Tehát láttam, megjelent előttem, teljesen tiszta formájában, persze hát azt a meccset azt elbuktam, de hát ez nem is volt probléma, és utána még számos olyan eset történt, amikor ezen úgy szaladtam végig, hogy észre se vettem. És aztán utána éreztem, hogy valamilyen külső segítségre lesz szükségem, mert hogy egyszerűen azok az érzelmek, vagy azok az akár programnak nevezett dolgok, amik az akcióra a reakcióimat kiváltják, azok valahogy erősebbek, mint én. És ez nekem roppantul nem tetszett. Valahogy úgy éreztem, hogyha ebbe a testbe beleszülettem, és egy egészen minimális szabad akarat van, majd szabad döntésem van azzal kapcsolatban, hogy én ezt a testet hova pozícionálom, és mennyi ideig, akkor úgy éreztem, hogy ezen a területen kéne elindulni, hogy akkor az én szabad akaratom az tényleg legyen szabad akarat, ne csak addig legyen, míg kimondom ezt a mondatot, és akkor már rögtön valaki mondhatja, hogy na-na. Nagyon sok minden jött szembe, körülbelül 1-10% közé teszik a szabad akaratnak az arányát. Ez egy optimális becslés, valaki azt mondják, hogy 1-3 között van. És akkor ide felsorolják azokat a kondíciókat, amik egy emberrel megtörténnek születésétől kezdve, és akkor az előző életre még nem is beszéltünk. Na most, hogyha a szabad akarat vonalán el szeretnénk indulni, akkor a pillanat, azon meg tudjuk állítani ezt a dolgot, és van egy lehetőségünk arra, hogy ezt az egész folyamatot megállítsuk. Egészen pontosan úgy, hogy amikor jön az akció, akkor nem a legősibb, legmélyebb programot hagyjuk futni, hogy támadj vagy menekülj, hanem hogy áll és vár. Hát persze erre emberek eléggé érdekesen szoktak reagálni, amikor mindenkinek a fejében vannak különböző forgatókönyvek, hogyha én ezt fogom neki mondani, akkor ő ezt fogja mondani, erre ezt fogom mondani,
Tehát valójában az emberek nem is élnek igazán, két lábon járó aranyos kis zombik, és valójában ezt az egészet észre sem veszik, közben cselekszenek, és ráadásul kergetnek olyan dolgokat, amelyeknek az elérésére valami kevés esélyük van. Ez alapvetően nem baj, hiszen mindenki azt tesz, amit jónak lát, viszont hogyha mi már itt vagyunk, és rájöttünk arra, hogy különböző lehetőségeink vannak, akkor érdemes megkeresni ezt a pillanatot. És ezt a pillanatot azért érdemes keresni, és én még mindig, jó néhány év után azért vagyok itt, bármennyire is elindultam más irányokba, és keresgéltem erre, arra, amarra, és nagyon hasznos, érdekes és szórakoztató eszközöket is találtam, de... Hát ez sehol nem volt. Mindent lehet csinálni, mindent, tényleg, bárkit meg lehet gyógyítani, bárkivel ezt, azt lehet csinálni, de miért? Miért tennénk bármit addig, ameddig nem tudunk a jelenben lenni, és nincs meg helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés? Hogy észrevesszük-e azt, hogy hol vagyunk mi? Ki az, aki velünk szemben áll, és hogy egyáltalán nekünk kell-e reagálnunk, vagy ha kell, akkor mit reagálunk? Nem tudom, hogy emlékeztek-e a Terminátor 1-be a robotnál úgy megy a program, amikor van egy bejövő jel, és aztán utána földob 6 mondatot, és akkor mutatják, hogy mit lát a gép. És földob 6 mondatot, és utána, hát valójában ezt csak azért mutatták így meg, hogy érzékelhető legyen, hogy futhat egy ilyen program, hát ezt ugye nem kéne igazán látni. Földobott így 6 mondatot, és aztán utána ahhoz képest, ami bejött, onnan kiválasztott egyet, volt nagyon illedelmes válasz is, de mivel a bejövő jel nem annyira illedelmes volt, így hát a másik válasz sem volt annyira, ami megint ugye azon múlik, hogy ki készítette a programot. Aztán felmerült bennem a kérdés, hogy minket ki készített, és hogy miért ilyen programot írt belénk. Ezen a területen elindultam egy ideig, aztán rájöttem arra, hogy ez teljesen felesleges ezen a tudati szinten tovább bogozgatni, mert csak nagyon sok idő fog eltenni vele, és nem fogok sajnos rájönni. Úgyhogy megint megálltam, hát meg komolyan mondom, annyit tapsolok, de ez nagyon fontos, tehát megint megálltam, hátrább mentem, és megnéztem azt, hogy mivel állok szemben. Tehát, hogy mi az, amit én képes vagyok szerintem felfogni, és mi az, amiben most belearaptam. És rájöttem arra, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, úgyhogy nagyon jó, hogy hátrajöttem, mert amit igazából tapasztaltunk az az, hogy ez a dolog nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy, viszont a cselekedetének a következményeit azt tapasztaljuk saját magunkon. Tehát bárhonnan is jöttünk, bárhova is megyünk, most itt vagyunk, és ebből kell megpróbálni kihozni a lehető legjobbat. Hát a lehető legjobb, az meg megint ugye a szabad akarattal van összefüggésben, mert hát mindenki eldönti, hogy szerintem mi a legjobb. A probléma ilyenkor tovább gyűrűzik, mert ilyenkor alapvetően az ember arra gondol, hogy mi jó mondjuk neki, vagy a családjának, vagy az országának. És itt állandóan előjönnek ez az én, nekem, enyém típusú megközelítések, amelyek szintén nem problémásak, mert hogyha ego és én a mechanizmusaival nem működne, akkor az emberiség nem tartana itt. Tehát ez olyan, mint amikor az ember át akar kelni egy nagy vízen, és akkor hajóba száll. De amikor odaér a partra, akkor utána a hajót már nem vonszolja magával a parton, és úgy érzem, hogy a mostani technikai fejlettségünk mellett ezen a bolygón mi már egy ideje húzzuk azt a hajót, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy hát a kérdés az, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy észrevesszük, hogy mi a mi hajónk. Mert hát ugye ez egy gyönyörű kép, hát a hajót ki az a hülye, aki a parton vonszolja maga után, ilyen ember nincs is. Igen, de valószínűleg mindenkinek van egy hajója. Valakinek kisebb, valakinek nagyobb, valaki benne vonszolja az összes elképzeléseit, izmusait, viszonyulásait, helyzeteit, reagálásait, és ráadásul meg van győződve arról, ami egy hatalmas, nagy ólom tömb ebben a hajóban, hogy hát mellesleg neki igaza van. És lények tucatjai egymás mellett húzzák a hajóikat, és azon versenyeznek szinte, hogy ki fog előre célba érni, de a célról sincs semmilyen elképzelés igazán.
Úgyhogy amikor én ezt így észrevettem, akkor gondoltam, hogy jó lenne észrevenni, hogy nekem milyen hajóm van, hogy van-e egyáltalán. Hát kiderült, hogy van. És hát most a hajomba rakok rendet. Igen, sajnos az, amit nagyon sok helyen hallottam, hogy hát ezek nem kellene, el kell őket engedni, szabaduljunk meg tőlük. Hát én arra vagyok kíváncsi, hogy azok, akik ezt mondják, hogy ők mitől szabadultak meg, és a lakásában azért körbenéznék. Mert hogyha a száj mozog, attól még a kéz nem. És aztán utána éreztem, hogy tehát azért, mert valaki bort iszik és vizet prédikál, attól még annak lehet igaza. Úgyhogy, mivel nagyon sok erről hallottam, és azért, mert nem gyakran fordul elő olyan ember, hogy aki azt gondol, amit mond és amit csinál, ettől még mondhat jó dolgot, vagy csinálhat jó dolgot, de beszélt ostobaságot. Tehát ez még különösképpen izgalmassá teszi az egész történetet. Éppen ezért azt csináltam, amit az egyetemen, ez most ugrott be, ezt elmondom, ez gyönyörű volt. Volt egy olyan tantárgy, amit nem is igazán értettem. Innentől kezdve nem is igazán foglalkoztam vele. Gondoltam, hogy majd valahogy megoldódik ez is, mint minden. Volt már annyi vizsgálat, megoldódik ez is. Na most, valakik, tehát hogy többen voltak, kerítettek megoldásokat az előző 1-2-3-4 évből. És ezek különböző féle megoldások voltak, és én megnéztem őket. Nagyon egyszerű volt, mert 20 tesztkérdés volt, tehát ugyanúgy, mint a nyelvtani teszteknél, ez a tudáshoz, hát nem volt igazán semmi közel, de mivel a tantár is annak tűnt, hogy én erről tudni sokat nem akarok, hát akkor haladjunk át rajta, aztán kész. Tehát, hogyha megfelelő helyre x-elek, akkor nyertünk. De hát aki járt iskolába, vagy csinált ilyen teszteket, az tudhatja, hogy ez hogy működik. Megkaptam ezt a 4 sort, ezeket benyaltam. Nagyjából megpróbáltam értelmezni, hogyha kicsit változtatnak a kérdésen, akkor még tudjak x-en, hogy ne teljesen hülye legyek, hogy mint hogyha nem. Tehát végül is készültem. Na, tehát ez a lényeg, hogy készültem. Hát igen. És aztán utána, amikor megérkeztem a helyszínre, ott elkezdtem beszélgetni két sráccal. Hát az egyikről kiderült, hogy ő tényleg teljesen hülye. Tehát, hogy meg fog bukni. Tehát okos volt, csak hogy tisztá volt vele, hogy meg fog bukni, mondta, ez nem kell. És ott egy másik fiú, aki engem meglepett, mert mivel ugye én készültem, hát ahogy beszélt, rájöttem arra, hogy nem csak tudja ezt az egész anyagot, hanem érti is. Nagyon elcsodálkoztam, mondom, ez gyönyörű, és akkor megjelent előttem egy csodálatos kép, hogy a tavalyi anyaggal együtt, meg az ő tudásával együtt, hát fantasztikus, hogy mit fogunk kihozni. Úgyhogy, hát én az úri embert be is ültettem szépen magam elé, és mondtam neki, hogy amikor kész, mert éreztem azt, hogy ez hamar, hogy beégszel végig, mondom, nagyon jó, van rá 20 percünk, úgyhogy ha kész vagy ezzel a firkantással, akkor hátradősz, és hogy kitold oldalra, és akkor ez remek lesz. Azt mondta, oké. Okay. És akkor jött az őrült jelenet. Én a azelőttiből szépen beixelgettem azokat, ami ugye az akkori grém szerint a helyes megoldás. Csak hogy ez a fiú egy-két kérdésre más választ írt. És ez úgy volt megcsinálva, hogy 16-tól volt 2-es, 17-től 3-as a 20-ból. Úgyhogy éreztem, hogy hát ez nagyon meleg lesz, mert hogy hát ez... És akkor ott álltam, ráadásul akkor még nem volt, ez se volt, ez semmi nem volt, kénytelen voltam hagyatkozni arra a tudatra, ami ezt megtalálta, úgyhogy jó volt ott is. Hát meg mondom, hát nem tudtam, hogy mit csinálják, mert hát ugye a szaktudásom nem tudtam elővenni, mert ugye az nem volt. Hát pedig... És akkor gondoltam magamból, hogy ahol vagy, amit van, használd azt. Úgyhogy, hát mondom, jó, hát megvannak a tesztek, és akkor úgy beleengedtem magam. És valójában akkor azt csináltam, amit általában mi szoktunk csinálni. Akkor, amikor van egy koan kérdés, és akkor beengedjük a tantiembe, és akkor várunk. Nehogy gondolkodjunk rajta, és tisztán nehogy elkezdjek gondolkodni, mert soha nem fogom tudni eldönteni, hogy ki az okosabb, a tavaly előtti tanár, aki javít, vagy az a fiú, aki érti az anyagot. És hogy itt egyszerűen itt nem lehet döntést hozni. Tehát akkor itt belefutottam egy olyan paradoxonba, amit hát úgy éreztem, ezt nem fogom tudni megoldani. De mondom, jó, akkor pihenjünk. Mondom, jó, akkor egy 2-es biztos, hogy meg lesz, és akkor hajtsunk a jobb jegyért. És akkor kinéztem azt a 3-4-et, ami különböző volt, és
És akkor úgy tényleg az történt, hogy elengedtem magamat, és így érzésre beixeltem. Most az volt, hogy mi lett az eredmény? Hát az eredmény az az lett, hogy hát ez beixelgettem, és kérdezte a srácot, mert azt mondja, biztos tök tudja, hát de tényleg értett hozzá, tehát hallottam, ahogy beszél. És aztán talán, amikor a kiosztásra mentünk, akkor pont összefutottunk. És kérdeztem tőle, na, miért kapta? Azt, hogy nem értem, pedig ott volt, hogy vitatkoztam a tanárral, nem értem, mondom, hát igen, ugye, aki nem készül rendesen. hogyha valaki csak abból az anyagból készül fel, amit idén tanítottak, na, de hát a múlt idők bölcsességét felhasználni, hát az sosem már. És azt mondta, hogy ő 4-es kapott. Hát mondom, hát én ezt nagyon sajnálom. Ez kérdezi, hogy én mennyit kaptam. Hát mondom, megvallom őszintén azért a te segítségeddel, mert hát ugye megbeszéltük, és nagyon szépen megköszönöm, hát nekem 5-ös lett. És azt, hogy ez hogy lehet? Hát mondom, hát nézd, hát biztos többet kellett volna tanulni, nem tudom. Lehet, hogy a megértés az nem elég egy definíció, vagy hát fogalm sincs. Úgyhogy ez nagyon érdekes, tehát a zen és a pillanat már akkor is így belopakodott az életembe, és hát akkor ez egyáltalán nem tudatosodott. És akkor valójában, amikor én eljutottam a zenhez, akkor én még nem is kerestem semmit. Tehát valaki lehozott engem, szokás szerint, hogy én szoktam másokat. És akkor nekem nagyon érdekes élményeim voltak. Hát inkább, hát nem is tudom. Azt hiszem, hogy akkor én még csak mentálisan voltam megfogható, és hát szerencsére ez meg is történt, kedves szunyim, és a többi dolog, ami ott történt, azokat én nem tudtam sehova rakni, mert akkor az én tudatomban nem voltak még olyan részek, vagy egyáltalán nem volt mihez hasonlítani, úgyhogy mondom, ezek énekelnek, bambulnak. Az éneklés az nekem az általános iskola közelített, tehát rezgésekről, meg hogy a szervezet, meg a szervek hogyan reagálnak a megfelelő rezgésszám, hát nekem erről fogalm se volt. Meg hogy milyen jó akkor, amikor csöndben vagyok és nyugalom van, hát arról sem volt fogalma, mert akkor még nem pörgött annyira az agyam. Tehát, és a következő néhány évben ez tényleg exponenciálisan fölpörgött, úgyhogy azóta, ahogy már tudom azt, hogy az éneklésnél a rezgés, hogy az mit hoz létre a szervezetben, meg amióta tudom már, hogy milyen jó, amikor nem gondolkodom, hát az annyira csodálatos. Nem is beszélek, az még csodálatosabb. Úgyhogy ilyen fantasztikus felfedezéseim voltak saját magammal kapcsolatban, ami ugye hát mindenkire vonatkoztatva, hát az egész univerzum. És ezen az úton hát bent keresgélek, és úgy érzem, hogy itt eléggé komoly mélységek vannak, és hát bízom benne, hogy a következő néhány évben is együtt fogunk tovább keresgélni. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban bárkinek? Igen, ott hátul valaki. A fiatal ember szürkében. Nem, mégsem meggondolta. Talán majd legközelebb. Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. Látom, már mindenki elég erőteljes zolónium fertőzést kapott, de hát nem baj, mindenki kigyógyul, ugye? És hogyha bárkinek lenne esetleg kérdése az elhangzottakhoz, vagy ahhoz, ami még el se hangzott, vagy amit szeretnéd, hogy elhangozzon, akkor tessék bátran. Mindenki boldog, és ez nagyon jó, a nevetés az boldoggá tesz. Viszont azért kiemelnék egy pár kulcsmondatot. Az egyik, hogy ugye, vagy az elfogadással és a levont bölcsességgel tanulunk, vagy pedig a kínszenvedéssel. Ez nagyon érdekes. Tehát nézzünk, hogy a humorban mennyi fájdalom van, de másképp nem tudnánk elviselni, csak hogyha mellette még nevetni is tudnánk. És tudunk is. Kezeskedik róla, hogy úgy legyen. Nézzünk, milyen érdekes paradoxonokból vagyunk összegyúrva. Tehát van egy ilyen 66% víz, 34% ki tudja micsoda, nagyjából tűz, így egybe. És az egyik az ég, a másik pedig oltja. És amikor a tűz meg a víz már nem fér össze, akkor viszlát. Van egy tudat, amelyik az örök létre, a tökéletességre és a szabadságra vágyik,
És van egy test, ami ezt marha módon megköti a tökéletlenségben, a függésben, a mulandóságban, és ezzel dolgozzá. És a Buddha életében is szenvedésnek kellett bekövetkezni ahhoz, hogy valami változzon. És általában el szeretnénk kerülni a szenvedést, megtalálni azt a bizonyos hajót, amelyből, hogyha már ugye kihajítottuk az ólomtömböket, akkor a túlsó partra, a nem duális tudat partjára átvisz minket. Az igazi kérdés, hogy valójában mit érhetünk el? Tehát az egyik interjún ugye bejött az, hogy a Szívszutrában benne van, hogy nincs, amit el kellene érni. Akkor most mit csinálunk itt? Szép lassan meg kellett masszírozni ezt az intellektust, gyöngéden, ugye, hogy az, hogy nincs semmi, amit el kellene érni, az nem azt jelenti, hogy nem lehetne célod, csak ami célod van, az nem egy ilyen névvel és formával illethető valami. Tehát ez a nem tudható pont, ez a cél. És ez azért szép, mert ugye megkérdezheted, hogy na most tehát ezzel mennyivel lettünk gazdagabbak? Mit hallottunk? Azt hallottuk, hogy ha már tudod, hogy van titok, az már egy óriási kinyilatkoztatás. Tehát ha van valami, amit nem tudhatsz, de tapasztalhatsz, az a már óriásit léptünk előre. És nem ugye a saját kötképeinkben veszünk el. Úgyhogy itt a helyzet nagyon világos. Szándékosan jól le van szabályozva. Azért, hogy a saját reakcióidat, a saját tudatmozdulataidat lásd. Ez az egész ezért van. Nem azért, hogy te így vagy úgy viselkedj. Azért is. De nem csak azért. Tehát ennek a gyakorlatnak a tükrében, mert komolyan le van szabályozva, és be is tartatjuk, és rájössz, hogy miért kell betartani, tehát be is tartod. Ennek a gyakorlatnak a tükrében az összes reakciód, az összes tudatmozdulatod látszik. Észreveszed, hogy hogy reagálsz mondjuk a formális étkezésre, az éneklésre, az ülésre, de a legjobban, amikor mondjuk az interjúra. Az nagyon ott van, mert ott kvázi egy humán, reflexiós felület van, ugye, begyűsz, és ott van valaki. És kölcsönös reflexiónk van. A tiéd nagyjából akkor, amikor kijöttél az interjú, szóval... ugye? És amikor ez a reflexió egy kicsikét úgy keményedik, akkor így többet oda-vissza nem megyek. Na, mikor lesz a következő interjú? És akkor beindul az a hintapalinta, ami a saját dualisztikus tudatod gyönyörűséges játéka. Nem akarom megoldani ezt a kvantis különben is. Teljesen haszontalan. Na, hol is van az a megoldás, hogy kell csinálni? Tehát elkezdünk magunkban így labdázni, hullámzani. És ahogy ebben a teszt környezetben, a kis tudatlaboratóriumban ott bent te hullámzol, egy teljesen új környezetben tapasztalod magad. Ez a környezet úgy kezdődik, hogy réges-régen, több évszázaddal ezelőtt a klasszikus Kínában volt egy kolostor. Ebben a kolostorban élt egy zenmester. Az zenmesternek több száz tanítványa volt, és ezek a tanítványok a következőképp cselekedtek. Kettős pont, és indul a koan. Ha te ott lettél volna, mit csináltál volna? És ettől a teljesen ártatlannak tetsző történettől többen halálosan megsértődnek, kiakadnak, tiltakoznak, védekeznek. Egyszerűen azért, mert megtudtak valamit. Nem a történetet tudták meg, azt tudták meg, hogy nem tudják megoldani. Tehát le kell szoktatnunk magunkat erről a kis mókuskerekes, gyönyörűséges játékról, amiből kiköpüljük ugye a sikereinket, kiköpüljük a katasztrófáinkat, egy csomó mindent legyártunk ezzel a mozgó tudattal, de egy valamit nem tudunk legyártani, az igazi önvalónkat. Azt nem lehet. Az nem gyártmány. Azt hívnám inkább az eredeti forgalmazónak, csak hát eltűnt az iroda. Nem válaszol a telefon, az e-mail visszajön, hogy kézbesíthetetlen. Tehát hol van? Tehát amikor ez a kérdés fontos lesz, akkor már tudod, hogy miért ülsz itt. Hogy miért jössz ide, hogy néha-néha. Ez nem egy tértivevényes levél, hogy please, kérjük a választ. És akkor várjuk 30 napon belül. Úgyhogy
Az emberiség több évezrede dolgozik azon, hogy egy picikért tisztában legyünk önmagunkkal, mind egyén, család, társadalom és civilizáció szintjén. És úgy tűnik, hogy nagyon nem megy. Egyszer-kétszer jót x-eltünk, ugye? Az volt a pár évtized jólét és békeidő az elmúlt 1000-2000 évben. De ezek nagyon-nagyon ritkák. És utána nagyon sokáig káosz, szenvedés és szervezetlenség következik. És valahogy, mintha nem tanulnánk a korábbi generációk tapasztalataiból. Mint hogyha képtelenek lennénk így társadalmi szinten megjegyezni tanulságokat. És mint hogyha körben forognánk, és ezek a körök úgy nagyjából hasonló szinten érnének véget és kezdődnének el. Úgyhogy mit tehetünk? Érdekes, hogy a központi probléma az bizony a legnagyobb segítség is. Tehát a központi probléma az, hogy nem értjük önmagunkat, és az egoitásunkkal helyettesítjük be a saját igazi önvalónkat, a saját igaz természetünket. És itt az történik, hogy ezt nagyon-nagyon szépen lesikáljuk, ezt a téves nézetet, lesikáljuk ezt a barnaságot a bivaj fehér szőréről, és aki a 10 bika történetet egy picit forgatja, az pontosan tudja, hogy itt miről van szó. Tehát nem ezzel az egésszel van a baj. Csak nekünk vannak téves nézeteink. És hogyha ezek a téves nézetek nem lennének, nem élnénk olyan vágyakkal és olyan haraggal, amely ezt a tengernyi szenvedést legyártja ezen a földön. Tehát emlékezz a zen körre, nulla fokon mindenki a világban találja a hibát. Mindenki a külsőségeken akar változtatni. Ja, az a hegy ott nincs jó helyem. Dózerka, gyere. Tehát ez egy teljesen más, mint az, hogy ja, lehet, hogy nekem kéne fölmennem a hegy csúcsra, és nem a hegyel vitatkozni, vagy elhordatni. Ugye? De ez egy teljes szemléletváltás. Tehát nem ezekkel a paradoxonokkal van baj, hogy mulandóság versus az öröklétre vágy. Feltételhez kötöttség és a szabadságra való vágy. A tökéletességre való vágy, és az állandó befejezetlenség és frusztráció érzése. Nem ezzel van a baj, hanem azzal az énséggel van a baj, amelyik ezt az egészet legyártja. Azzal az egoitással, amelyik ezt a fogalomcsoportot, ezt az érzetet teremti meg. És ezért nagyon régóta mondják ezek a klasszikus boldogságos zenmesterek, hogy ja, hát kérdezd meg egy fát. Majd a fa megtanítja neked, hogy mi a megvilágosodás. Vagy szeretnéd megtudni, hogy mi a helyes működés? Hát nézd meg, ahogy a libák repkednek az égen. Azok nem tévednek el. Vagy ahogy a macskák mosakszanak reggel. Ott nincs hiba. Tehát miért van az embernek ilyen problémája? És kiderül, hogy amikor az én problémáját szeretnénk megoldani, akkor az nem egy külső, azon kívüli megoldást kínál, hanem inkább egy mélyebb, belsőbb, a bennünk lévő igaz természet tapasztalását. Tehát a zenben nem az az érdekes, hogy valami falrengetően újat tanít. Nem, hanem egy felvétet, vagy felajánl egy teljesen szokatlan új nézőpontot. És ez a nézőpont, ahogy ugye láthattuk tanult barátom bevezetőjében, beikszelte ezt a nézőpontot, ez itt kezdődik. És nem végződik tisztelt első áldozók, akik az első interjún túl voltak, és nagyon-nagyon szép tapasztalatokkal és élményekkel jöttetek ki, és ez gyönyörű. De néhány utok arcán azt láttam, hogy hát akkor megkaptam az lényegét, akkor most megvan, és akkor most már boldogan szaladgálok a világban, mint kis csikó a ménesben, mert megvan. Igen, de ez ugye a bevégzettség és a beérkezettség látszatát kelti, miközben szeretnék gyöngéden emlékeztetni, hogy ez inkább a kezdet. És ez a kezdet az azért szép, mert ebben a pontban minden benne van. Tehát benne van a továbbutad, és benne van az összes gyakorlatod, benne van az összes koan megoldásod, és az összes életmegoldásod is. Tehát én tényleg azt kívánom, hogy amit ott a laborban csinálunk, és hibázhatsz, amennyit akarsz, az találjon benned a lelkedben annyi táptalajt, annyi élményt, annyi tapasztalatot, hogy a valós élet problémáihoz elérkezzen. És ugye egy nem konvencionális,
de mégis bölcsességgel és együttérzéssel élő, intuitív megoldást találja problémáidra, és ne, ugye többségünkhöz hasonlóan szépen körbe-körbe forgunk éveken, évtizedeken, életeken, kalpákon keresztül. Mert a puszta érzékszerű tapasztalásért idejönni abszolút értelmetlen, haszontalan, és semmi nem következik belőle, csak hogy megismétled. Ez következik be, semmi több. Hát vannak, akik ugye nagyon-nagyon szeretik ezeket a tapasztalatokat ismételni, de ha megkérdezed tőlük, hogy ezt te tényleg akarod? Nem. Hát ez így van, hát ezt nem én csinálom. Ez így van, hát így vagyunk teremtve, így vagyunk legyártva, ennek így kell lennie, mi így vagyunk meg. Hát nézd meg, a csillagok is azt mondják, hogy meg vagyunk határozva. És egészen addig, amíg ez a nézet nem borul, addig nem lehet az illetőnek változtatni önmagán. De amikor egyszer ez a nézet működésképtelen, nem tudja megoldani a válságát, nem tudja rendezni a kapcsolatát vagy kapcsolatait, akkor borult. Onnantól kezdve ez nem működik. És az engyakorlókról nagyon sokat és sokféleképpen el szoktunk mondani, de egy biztos, amikor már minden más kevésbé működik, vagy egyáltalán nem, na akkor lesz zengyakorlom. Addig minden mást, ami kicsikét zaftosabb, húsosabb, new age-esebb kipróbál. Mert színesebb, meg szórakoztató, meg gyorsabbnak tűnik. Gyorsabban eredményt érünk el vele. És amikor már mindenben csalódott, amikor már minden részlegesnek tűnik, akkor ez a pont, ez itt, beixeltük, egész más funkciót kezd el mutatni, más élményt kezd el adni, más nézőpontot sikerül fölvenni. És ezt hívjuk érettségnek. Ezt az érettséget ezt nem papíron adják. Még csak nem is koan válaszokkal. Az sem nagyon számít. Azt, hogy légy érett, mint ember. És ez az érettség, ez alapvetően őszintességre, tapasztalatokra, belátásra, és egy csomó minden egyéb ebből következő minőségre van szükség. Ezt a szellemi érettséget végképp nem lehet kívülről kapni. Egy csomó minden dolog kell hozzá, de nem lehet kívülről kapni. Mert ha belül engeded, hogy ez megtörténjen, ha belül hagyod, hogy ez megtörténjen, akkor ez az az érettség, ami ugye a sormintát kitölteti veled. És akkor nem is tudod, hogy de mégis ötös lett. Sikerült. Ezt nem te a kis akaratos intellektusod, hogy de hát ezt tanították, és akkor ennek így kell lennie, meg hogy én azért vitatkoztam a tanárral is. Próbálj meg vitatkozni az univerzummal, hogy az a karma, az nem úgy van. Az az okozatiság, az valójában nem is úgy működik. Tessék nekem újraírni a darmát, legyenek szívesek. Nekem egy külön törvénykezés kell. Olyan, ami nekem jó. Ugye? Tehát hányszor gondoljuk mi azt, hogy ugye mindenki meghal, de nekünk, mire mi odaérünk, addigra valami másképp lesz. Feltalálják ezt a szupergén technológiát, vagy leklónoznak, és bevetítik a tudatodat, és akkor tovább élünk, ami hát mi vagyunk, de mégse. Meg hogy ezen az egészen nem úgy kell keresztül mennünk, mint mondjuk apáinknak, anyáinknak, stb. És amikor rájössz, hogy valójában te is pontosan ugyanarra mész. Ugyanaz fog történni veled, csak lehetőleg másképp. Akkor ez az érettség egy kicsit elkezd nőni. Hát a darmában nem az a szép, hogy valakik mondták, és ilyen szép vastag könyvekben leírták, meg karakterekbe befaragták, és ezt meg lehet nézni, és ott értelmezni, nem. Hanem azért, mert ez a törvény, ez mindenkire érvényes. Ez az a szféra, ahol a jog és az igazság nem válik ketté. Tudunk olyat, ahol ketté válik, ugye? Tehát ugye a legnagyobb ólomtömb a hajódban az, hogy nekem már pedig igazam van! És nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak. Ha úgy látnád, akkor nem merülne föl, hogy mi az igazság és mi a hamisság. Mi a hazugság és mi a bölcs igazmondás. Nem merülne föl kétség, de nekem külön törvény kell, nekem külön igazság kell, és az az ólomtömb a hajóban. És ez mind azzal kezdődik, hogy én. Ha megnézed, akkor ezeknek a gyönyörűséges szellemi utaknak nincsen valójában közös technikai eleme. Mindenki másképp csinálja. Mindenki valami más cipőben megy.
A helyzetünk, az utunk, az nagyon hasonló lehet. De mindenki valahogy másképp csinálja, más spint ad neki jobbról, balról, másképp gondolkodik, más könyvet ír, stb. Stb. Egy valami azért tényleg közös, főleg így az utolsó lépés. Ameddig te az elkülönült, speciális egoitásodnak akár egy centigramját is megtartod, addig nem érted el a célt. Lehetsz te akármilyen jelmezben, énekelhetsz te akármilyen éneket, ülhetsz te akármilyen pozícióban, és gyakorolhatsz akármit. Ha az énedből a legkisebbet is megtartod, a legpirinyóbb kis morzsát, kész. Nem érted el, sőt, ebből a kis mikroszkopikus énvírusból az egész hatalmas alien entitás újra termelődik. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy semmi más dolgod nincs, csak a szilárd egoitás illúzióját vesd le, és éld meg azt, hogy eredetileg nincs én. Hogy ez egy legyártott valami, és ezt nem kell legyártani. És ez a nem énnek, az elkülönült dualisztikus egoitásnak a hiánya. Tehát ennek a tapasztalata, ez az, ami a fő. És ezt nevezheted megváltásnak, megvilágosodásnak, bárminek. Bárminek. Csak egy picikét, legalább egy 100 másodpercre, 100%-ig tapasztaljuk meg. És ha az megvan, már ugyanúgy nem mész ki a világba, mint ahogy bejöttél. Ez a cél. Ezért vagyunk ennyire szépen szabályozva, leformázva, és a többi. No, van-e kérdés bárkitől? Igen, nekem azzal a helyzettel lenne egy kérdésem, hogy ugye többnyire történik az akció, és erre a reakció. Hogyha zen gyakorolunk, ez segít elkerülni a minták szerinti reakciót. És az lenne a kérdésem, hogy hogyan segít a zen abban, hogy felismerjük ezeket a mintákat, amikor, tehát jobb esetben utólag jövünk rá, hogy már megint így reagáltam, és már megint így reagáltam, de mi van, hogyha nem jövök rá, hogy a mintákat követem? Akkor folyamatosan az orrunkkal szántjuk az utat, és nem a lábunkkal járjuk. Tehát mindig csak következmény, szinte már rég a bukás után vettük észre, hogy buktunk. És akkor állandóan ilyen véres, sáros, ilyen nagyon rossz érzés van itt az orrom hegyén, és kiderül, hogy az orrommal szántom az utat, ahelyett, hogy felállnék és mennék rajta. Na, ez a baj. Na most hogyan segíthet ezen a zen? Igen. Sehogy. De te, kedves Izabella, te segíthetsz rajta úgy, hogy zen gyakorolsz. Na, azt lehet. Tehát amikor meditálunk, akkor ugye az elengedés, a leválasztódás, a nem azonosulás gyönyörűséges, tükörszerű tiszta tudatával megszabadulunk a fixa ideáinktól, berögződöttségeinktől, ragaszkodásainktól, és ez azt eredményez, hogy a tudat tér természete az megnő. Tehát tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. De nem mindegy, hogy ez a tér mekkora. Tehát te bejössz ide, és te behoztál magaddal valamit, az összes kis karmikus kis rezgő nyárfát, az összes ilyen kis apró zzz, ilyeneket, ugye? És mindenki. És ahogy itt szépen gyakoroljuk a pillanat tisztaságát, a forma tisztaságát, az együttműködés harmóniáját, ezek a kis zzz, ezek így kezdenek kimosódni és eltűnni. Na, ekkora tudattere gyönyörűségesen letisztul, és megnövekszik, megnövekszik. Ez gyakorlatilag a végtelenségig tud tágulni. Eredetileg nincs határa. Mi határoltuk le? És ezek a határok az igazi problémák. Itt vagyok én, onnantól kezdve valami más. Én idáig terjedek, ide ebbe a zónába be ne lépjem-e, huhu. És utána azt csinálsz, amit akarsz. Tehát a megkülönböztetés az itt kezdődik. A tudattere itt határolódik le. És amikor ezeket a határokat felállítjuk, azt gondoljuk, hogy azon belül más törvény van, mint azon kívül. És a tér itt határolódik le. Az egoitás itt szilárdul meg. És amikor engeded ezt a tűzfalat atomjaira bomlani,
akkor ez az egész határoltság eltűnik, akkor a tér végtelenné tud tágulni, és akkor ez a pillanat nagyon letisztul. És akkor már észreveszem, hogy mi van azon túl. Igen, ugyanis hát nézd meg, hogyha egy hatalmas teret teljesen átlátsz, akkor mihelyt megjelenik benne valami, te már azt érzékeled. És amíg elér hozzád, neked döntési lehetőséged van. Ha ugyanezt a teret egy totális köd borítja, akkor lecsökken a látótávolság 50 méter, 30 méter, 10, 2, és ez így puf, és nem láttad. Pedig, hogyha a köd eloszlana, akkor látnád. Ez ennyire egyszerű. De a saját okosságaink és érzelmességeink ködével, és itt ez a nyúlós kis többkomponenses műgyantával, így mindent betöltünk. Mindent. Lehetőleg miért? Ennek volt egy ilyen latin neve még ott a romantikus, klasszikus korban, ezt úgy hívták, hogy horror vacui. Ez az ürességtől való félelem. Szó szerint az üresség rémülete. És ezért kellett a barokk képeken minden egyes négyzetcentimétert befesteni. Ha nem festetted be, ott bármi történhet. Te gondolhatsz ott bármit. Ott valami tér jelenik meg, ami hát olyan botrányos szabadsággal ruházná föl a befogadót. Ugye? És az élmény szabadságát hozná. Tehát az összes ilyen kis mindent be kellett festeni. Mindent. És ez, ugye, nem csak a festészetben volt. Tehát mindent meg kellett magyarázni. Minden utcát meg kellett számozni, vagy meg kellett nevezni. Nem lehetett semmit sem definiálatlanul hagyni. Az európai kultúra ebben a betöltött, megmagyarázott, racionálisan főszeletelt állapotban van, és nem tudom, hogy melyik nagyobb horror, az üresség vagy ez. Tudod? Tehát, és ezek a minták, ugye, amikről kérdezte, ezek uralkodnak rajtunk. Egész addig, amíg nem látod be, hogy a tudatoddal pillanatról pillanatra hogyan teremted újra ezeket a mintákat. És ha megszűnsz ezeket a mintákat magadban újra teremteni, akkor leválasztottál róluk, és úgy tudsz velük együtt élni, család, iskola, párkapcsolat, egyebek, hogy nem uralkodnak rajtad. Sőt, mivel te nem a mintákból dolgozol, de a mintákat elfogadod, a mintákon úgy tudsz változtatni, hogy teljesen friss elemet tudsz hozni egy kapcsolatba, egy tananyagba, egy társadalomba, és ezt a frissességet nagyon sokan rühellik, mert ugye a megszokottól eltér. Deviáns vagy, nem kreatív. Ugye? Tehát ez a megszólalás. De ahogy hallottuk a bevezetőben, tiszta tudattal a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés gyönyörűséges hármassága, az nagyon jól tud működni. És akkor megvan az az önbizalom, ami nem egy ilyen, majd én! Tehát nem ez a típusú dolog, hanem látod, hogy az úgy helyes. Az okozatiság visszaigazolta. És akkor bejön az, hogy úgy vagy szabad, hogy az másokat nem sért. Nem azt mondtam, hogy nem lesznek rossz véleményen rólad emiatt, hogy nem fogsz így beleakadni egyes embereknek a reaktív ugye, zónájába. Nem, ez nem sértés. Az igazi sértés az, amikor ártasz valakinek. Komolyan. Testben, lélekben, tulajdonban, jogban, bármiben, amikor tényleg árt. Az, hogy valaki kifejezte a negatív véleményét, az vélemény, de nem tény. Lásd meg a mintákat úgy, hogy megnő a tudat tere és tisztasága. És akkor hatalmas előnyöd van, mert például nem te jössz be a szobába, hanem te már benn vagy, de valaki jön. És behoz valamit. És mielőtt azt mondaná, hogy zzz, te már megláttad. Ez leírhatatlanul nagy előny. Ehhez az kell, hogy tényleg bontsuk le a falat, mert ekkor van lélektől léleki kapcsolat, ekkor tudunk közvetlen az ember tudatára irányulni, és ekkor tudjuk ezt a kapcsolatot megélni. Ezt nem lehet megteremteni, csak az akadályokat lehet lebontani előtte. És akkor ez a tér, ez nagyon jól tud működni. Ez a tükör nagyon szépen tud tükrözni. Akkor a minták azok alakíthatók, esetlegesek lesznek, és nem meghatározók. Oké? Okay? Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Oszlatom a ködöt. Szívesen. Nagyon jó. Más kérdés? Az agresszivitásról szeretnék kérdezni.
Micsoda? Méghozzá nem a két ember vagy több emberek közötti agresszivitásról, hanem arról, ami bennünk önmagunkban van, és esetleg önmagunk felé irányul, vagy így köröz. A pszichológia meg az élettan jelenleg azt mondja, hogy az agresszivitásra szükség van, egy bizonyos védő funkciót lát el. Amennyiben ez így van, akkor is néha nagyon-nagyon furcsa dolgokat szül ez. Egy konkrét példát szeretnék ráhozni. Előfordul, talán mindannyiatokkal volt már ilyen. Otthon vagyunk, teljesen egyedül, és mondjuk lejtesz egy ceruzát. És anélkül, hogy különösebb problémát váltana ez ki, vagy különösebb indulatot kéne ennek kiváltania belőled, hirtelen mondasz egy szép gömbölyűt. Lehet-e ez ellen tenni? Egyáltalán kell-e ez ellen tenni, vagy élettanilag valóban van valamilyen fontos funkciója? Van, kérlek szépen, de hát itt ennek a problémának a megoldása az nem itt, nem ebben a teremben van, és nem tőlem fog jönni. Ezért gyöngéden csak annyit jeleznék, hogy mindig az elvárások és a valóság közti különbség. Tehát te azt vártad, hogy nem fogod lejteni a ceruzát. De mégis lejtetted, no akkor egy cifrát eleresztesz. Oké? Tehát mindig valamihez képest vagyunk agresszívak, vagy éppen vágytelik. Mert az ellenkezője is megvan, hogy mondjuk mész a körúton, és akkor meglátsz egy kirakat, és hol van a bankkártyám, a készpénzem, a jaj, adjon nekem valaki egy pénzt. Érted? Tehát akkor a vágy jelenik meg így, mert nem várt módon valami gyönyörűségeset láttál. Megláttad életed túrabakancsát, és ezt azonnyomban meg kell venni. Az a mászó vas. Hát az olyan, érted? Tudod? Tehát ez egy ilyen történet, hogy mindig, amikor az elvártól jobb vagy rosszabb van, akkor ugye vágy vagy dű típusú, tehát teremtő vagy pusztító reakciónk van. És ez a ceruzás ez azért érdekes, mert minél gyengébb a tudat, annál jobban reagál. A vágy típusú is ez, de a dű az hamarabb. Tehát ha erős a tudat, nem mozdul ki, ha gyenge a tudat, kimozdul. De ugyanez szóban. Tehát mi az, amit szó nélkül el tudsz viselni, és mi az, amire azonnyomban mondod az áldást. Ugye? Tehát gyenge tudat azonnyomban megszólal. Erős tudat meg tudja tartani. Ezért sem beszélgetünk a visszavonulás alatt, kivéve a szervezett alkalmakat. Tehát erősödjön vissza a tudatod. Ne legyen állandó verbális reakció. Ez mélyre megy, egészen mélyre, ugye régi atavisztikus ösztönéletünkre, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kell, és ez a haragtípusú reakció általában a túléléssel, tehát az önvédelemmel, túléléssel kapcsolatos, tehát minden ilyen komoly védekező reflex, és a vágytípusúak azok pedig általában a sokszorozás, szaporodás, ezt szokták, akár materiális, fizikai, mentális szaporodás, stb. Szaporítás. Jó. Tehát reaktívak vagyunk, ahelyett, hogy aktívak lennénk, és a reaktivitás helyett, ahogy ezt a meditációs iskolák összessége a saját nyelvén tanítja, állj meg, és figyelj. Tehát a samatha vipasszana, a kanhua son, a különböző most egyéb szakszavak, különböző mahajána és téraveda iskolákban, ugyanaz. Állítsd meg a tudatot, és figyelj. Ahogy a hullámok kisimulnak, és a víztükörben látszik a valóság. De amíg a hullámokat nem simítottad ki, addig a valóság nem jelenik meg tisztán, hanem ilyen elvarázsolt kastély torzított tükréhez hasonlóan. És mi ezekben a torzulatokban szeretünk leledzeni, mert hozzájuk szoktunk. Jó? Tehát ezért nagyon jó a kérdés, és ezért érdemes, lejtettem, fölveszem. Meglátod, hogy mikor reagálj, és mikor nem. Ugyanis az akció és a reakció is komoly következményekkel jár. Van, amikor reagálni kell.
aki gyereket nevel, az tudja. Nem reagálod le a gyereknek a cselekedetét, az életben nem tudja meg. Tehát néha ugye komolyan, érzelmileg, értelmileg egy olyan erősségű, irányú, tartalmú impulzust kell adni, hogy a gyerek rájöjjön, hogy most mondjuk hibázott, vagy most gyönyörűségeset csinált. És ez a tudati kondicionálásba beletartozik, így növünk föl. De az nem azt jelenti, hogy itt meg kell állni. Tehát amikor szellemileg meg akarod haladni, akkor van egy olyan régió, egy olyan szféra, amit elérhetsz, és akkor nem dualisztikusan reagálsz. Lásd interjú. Az összes dualisztikus reakciót kuka. Ez már önmagában frusztráló. És képzeld el, hogy mellé még meg is akarod oldani. Tehát borzal. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Végül is összefoglalva, akkor mi is lenne a tanácsod, hogy ebből a tudásból, amit megértünk, felfogunk intellektuálisan, nagyon képzetten megértjük a helyzetet, hogyan tudjuk átformálni egy puszta cselekvési... Ami... Egy szó, relevancia. Tehát mi az, ami oda tartozik abban a pillanatban a helyzethez? Mi az, ami releváns? Azt használd. És ne akart beletenni azt, ami nem tartozik oda, csak az okosságom gondolja, hogy hát még ennek oda kéne tartoznia. Még ezt oda szeretném gyömöszölni. És ettől szoktuk mentálisan úgy túltölteni a helyzetet, hogy a másiknak nem maradt tér. Mert szétokoskodtam magam. Tehát ez a borzasztó. Nem a tudás a borzasztó, hanem hogy nem vettem észre, hogy hol kell megállni a gondolkodással. Nem vettem észre, hogy hol gondolkodtam szét a helyzetet. Tehát pont annyi tudást, pont azt, ami arra a helyzetre kell, hogy megoldjam. Egyébként elkezdek lábakat festeni a kígyóra. Ami még önmagában nem lenne baj, csak ugye zoknit is húzunk rá, ugye? És amikor már az összes színes zokni rajta van, lehetőleg mind különböző színű, akkor elmegyünk a cipőboltba, hogy lábbelie is legyen, úgy. És akkor a kígyó elkezd kopogni előre-hátra, és utána gyorsan meghal. Ez a baj. Én a bizalomról szeretnék kérdezni. Nagyon sok ember körülöttem, nagyon megbízik bennem, így idegenek is, és elmondják a legbelsőbb titkaikat, és most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan tudnám ezt a legértékesebben viszonozni. Hogy ne legyen túl sok és túl kevés sem a viszonzás. A szívtől szívig elég. Meg kéne azt nézni, hogy miért mondják el neked ezeket a titkokat. Lehet, hogy azért, mert hallani akarják a tieidet. Lehet, hogy azért, mert egyebet akarnak tőled, a bizalmon kívül, és a bizalom csak a kezdet. Tehát meg kell nézni, hogy mi van a titok mögött. Melyik az a tudat, amelyik a titkot közli. És abban benne is van, hogy miért. És légy nagyon óvatos. Tehát ha nem látod át, hogy mit akar, akkor az a titok, amit rád testált, az kötni fog. És lehet, hogy úgy fog kötni, mivel nem láttad előre, hogy miért mondja el, ahogy te nem akarod. Tehát ha bizonytalan vagy, ha nem látod át, hogy pontosan ezt a titkot miért akarja neked valaki elmondani, akkor udvariasan és kíméletesen azt lehet mondani, hogy bocs, nem akarom hallani. Szívesen segítek neked, de nem kell elmondanod. Tehát az, hogy mi a mostani teendő, az teljesen más ahhoz képest, hogy valaki a titkaiból kiválasztja a legragacsosabbat, és így rád dobja. Okay. És akkor azt várja, hogy valami hasonlót csináljál te is. Értem. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem nincs konkrét kérdésem, viszont nagyon érdekel egy téma, és a tudatállapotok, hogy hogyha lenne kedved erről egy kicsit beszélni, akkor szívesen hallgatnálak. Köszönöm a választ! Egyéb kérdés? De azt hallottam, hogy a
szex és a pénz olyan, mint a kígyó, de én még nem tapasztaltam a kígyót. Akkor foglalkozzál tovább a szexel és a pénzzel. Nem elégít ki ez a válasz. Majd a szex és a pénz fog. És ha mégsem, akkor megtaláltad a kígyót. Köszönöm szépen. Szívesen. Más kérdés? Az előbb a titkokról volt szó, és ez ugye az kíváncsiságot kell, pláne, hogyha már megismerjük, hogy létezik az egy titok. És azt hiszem, egy régebbi darmabeszédet néztem az interneten, és abban említettél egy olyan történetet, amikor az egyik tanítvány felkeresi Buddhát, és akkor tanításairól beszél, és akkor valami olyasmit, valahogy így a Buddha válaszol, hogy az avarból fölkap egy darabot, és akkor azt mondja, hogy ez, látod ezt az összes avart itt az erdőben, na ez az, amit én tudok, de amit ha fölkapok, csak ennyit adok át nektek, mert hogy ez, te biztos jobban tudod, hogy ez az, ami megszabadít a szenvedéstől, vagy kivezet a szamszárából. Így volt, pontosan mi ezzel kapcsolatban a kérdésed? Az, hogy hát kíváncsi ember lévén szeretném tudni, hogy milyen levelek tartoztak ahhoz az erdőhöz, vagy hát a többihez, amit a Buddha nem tud fölkapni, vagy nem fér bele a tenyerébe akkor. Tehát fűzfa levél, olyan, meg van egy kis tölgy, átmész a patak túloldalára, nyírfát is találsz, na ilyen levelek voltak, képzeld el. Amikor Buddha ezt említett, ő titkokat említett, és nyilván ő nem elemezte ki a tanítványának a különböző faleveleket, hogy miket kapott föl. Ő nem falevelekkel válaszolt, hanem azt mondta, hát hogy... Hát dehogy nem. Hát azt mondta, hogy ott van az erdőben az a sok-sok falevél. Hát csak falevelekről beszélt, nem? Hát mint szimbólum használt őket. De igen, de? Gyakorlatilag én, mint kíváncsi ember, és igyekeztem is utána olvasni, nyilván az ember tudja, hogy... hát nem is tudom, hogy... tehát ilyen misztikus tanítások kapcsán, amikor az ember... Tudjuk, hogy mit tanított? Tessék? Tudjuk, hogy mit tanított? Buddha. Tudjuk, hogy mit tanított? Hát igyekszem rájönni hamarosan. Hát le van írva 84 ezer kötet, bár tudjuk, hogy mit tanított. Tehát lényege tudjuk, nincs. Hogy... Vigyázzunk. Tudjuk, hogy mit nem tanított? Nem, de utalt rá, hogy volt, amit nem tanított. Utalt rá, hogy van, amit nem tanított, de nem tudjuk, hogy mi az. Így van? Hát én nem tudom, hogy mi az. Ezért de a többi se tudja. Tehát azért nem, mert amit tanított, az le van írva, amit meg nem tanított, az nincs. Tehát ne keressünk ott, ahol nincs. Tehát Buddha nem véletlenül nem emelte föl azokat a leveleket az erdő aljáról. Én bízom a Buddhában, hogy ő azokat a leveleket vette fel az erdő talajáról, amelyeket érdemes volt. Nagyon megbízol a Buddhában. Nagyon. 100%-ig. Én 100%-ig. Te onnan soha nem mozdult el. Tehát akárhányszor jövök, ott van. Rosszat még nem mondott. Megvan a tanítás, és a Buddha tényleg azt mondta, hogy ne higgyétek el csak azért, mert én mondtam, majd később mások mondják, vagy azért, mert le van írva, vagy azért, mert tanult emberektől hallod, vagy egy hagyomány hagyományozza át nemzedékeken keresztül. Próbáld ki, és hogyha működik számodra, akkor igyekezz felnőni hozzá, ha pedig nem, akkor nyugodtan hajítsd el. Ettől ma békében lesz a tudatod? Nem, de majd ráveszem. Nagyon helyes. Egyéb kérdés? Az ennek a kérdésem, templomi szabályokban az van leírva, hogy először ki kellene tűzni azt, hogy minden szenvedő lénynek kell segíteni, vagy szeretnék segíteni, és utána kell gyakorolni. De magam nevében tudok nyilatkozni, én például önző vagyok, mert magamért gyakorlok a saját tudatomért. Lehet, hogy ezzel ti is így vagytok először. Most melyik az igaz? Mert hogyha valamit szeretnék megtanulni, most intellektuálisan, akkor először eldöntöm, hogy szeretném megtanulni valami motivációval, és akkor utána elkezdem megtanulni. Most melyik a helyesebb? Vagy menet közben jön-e az egyikből a másik? Mert először magamért kezdek el gyakorolni a saját szenvedésemért, a saját kapcsolataimért, a saját tudatomért,
Viszont a szabályokban az van leírva, hogy úgy kéne elkezdeni, hogy minden szenvedő lényen meg kell próbáljak segíteni. Az igazi kérdés, amely megoldhatja ezt a kérdést, Andris, hogy te egy vagy-e a sok szenvedő lény közül? És még? Szürke a köpenyed. Tehát a lényeg az, hogy egyek vagyunk a világegyetemmel, és mi magunk egy adott szenvedő lény a sok más szenvedő lényel egyetemben. Ha így nézed, akkor az nagyon korrekt, hogy először ennek a szenvedő lénynek a problémáit igyekezel megoldani. De aztán ezen kísérlet közepette rájössz, hogy ezek a problémák nem maradnak a magunk is határain és falain belül, hogyha mellettem lévő szenved, akkor az a szenvedés rám is hat. És akkor gyorsan észreveszem, hogy az én kapcsolatrendszerem a világgal, az pontosan arra sarkal, hogy a velem kapcsolatban lévő embereket is segítsem, legalább a korrekt reakcióimmal, legalább a helyes viszonyulásommal. És hogyha ezt megteszem, akkor az ő szenvedésüket is csökkentem. És ezek után, szépen ahogy terjed ez a szemlélet, rájössz, hogy az egyetlen egy dolog, amit tehetsz, hogy te nem okozol szenvedést az embereknek. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy ugyan már miféle szenvedéstől lehet 7 milliárd emberi lényt megszabadítani, rájössz, hogy igazából csak attól a szenvedéstől tudod megszabadítani őket, amit te magad rájuk mérnél. De ennek van egy előfeltétele, hogy magadra nem ért. Magadra nem érd ezt a szenvedést. Az élet úgy eseménydús, hogy szenvedtetjük magunkat. Ez úgy kezdődik, hogy jól akarjuk magunkat érezni. Rövid úton, mostanában nagyon rövid úton, egy ilyen hatalmas, lefelé tartó dugóhúzó spirálba kerül az ember, mert jól akarja érezni magát, és nem tudja. Vagy ha jól érezte magát, akkor nagyon rövid ideig tette azt. És egyre nagyobb és nagyobb körökbe, egyre keményebb feltételekbe, egyre szorosabb kötöttségekbe megy bele az ember azért, hogy tartósan jól érezhesse magát. És akkor kémiailag, érzelmileg, fizikailag, mentálisan, valamelyik csatornán jól kicsinálja magát. És úgy indult, hogy boldog akart lenni. És a pokolban találta magát. Amit saját maga gyártott le, saját magának. És ezáltal másoknak is, mert valakinek fel kell mosni az illetőt a padlóról. Meg tisztába tenni, meg elvinni a detoxba. Vagy elküldeni terápiára. Tehát az igazi kérdés az, hogy mi akarsz lenni, a probléma vagy a megoldás. A beteg vagy az orvos. És az első igazi dolog, amit magadban eldöntesz, hogy te nem leszel a beteg oldalon, hanem inkább az orvos oldalon leszel. És az először meg kell gyógyítanod magadat. És hogyha ezt megtetted, akkor ez az öngyógyítás segít másokon áttételesen, és talán fölébreszti bennük azt a vágyat, hogy maguk is megöngyógyítsák magukat. És kívülről ezt nem lehet. A világ tele van ilyen szerekkel, ilyen szögletes kerek és egyéb kis tablettácskákkal, hogy majd én te neked beadom a megvilágosodást kanállal. Megvilágosodás tabletta, meg megváltás csomagocska, tömörítve. Ettől megyünk a falnak. Ettől leszünk teljesen szenvedélybetegek. Ettől őrülünk meg, mert ez nem megy. Tehát, ha megfordítod, és a nehezebb, hosszabbnak tűnő, beláthatatlanabb úton indulsz egy belül. A magam mocskát akarom kitakarítani először. Akkor elindul egy olyan öntisztulás, ami a környezetre, a kapcsolatrendszerre, mindenre hat. És ezen keresztül lehet menni. És egészen addig, ameddig ez a közvetlen kisugárzás elmegy, addig el tudtál menni. És az összes többi már azon múlik, hogy pillanatról pillanatra milyen tudattal élsz. Hogy ébrezd az embert úgy, hogy te nem is látod, hogy felébreszted. Csak spontán és tisztán reagálsz. Tisztán és spontán teremtesz. Tehát az a szép, amikor az életed úgy megy, hogy az akció és a reakció tényleg nem különbözik, mert mindennek primér, friss érzete van. Hogy nem valakinek a visszhangja vagy, hanem valami elsődleges zene. Oké? Köszönöm szépen. Szívesen. Mondd. Mostanában nagyon divatos ez a vonzás törvénye elmélet, és van-e ennek igazság alapja, hogy a hitünkkel, akaratunkkal bevonzhatunk
vagy megteremthetünk az életünkben dolgokat. Van. Mit szeretnél? Kocsit, házat. Biztos, hogy jó helyre jöttél? Esetleg be lehet-e vonzani a megvilágosodást? Na, az sokkal nehezebb. Javaslom a kocsit és a házat. Először azt. Jó? Tehát az, hogy hogyan elégítsük ki a vágyainkat, az egy nagyon ősi tudomány, és ezt mindenki megpróbálja a lehető legmagasabb szintre vinni. Csak amikor rájössz, hogy üres kézzel jöttél, azt üres kézzel távozol, ez eléggé értelmetlenné válik. Tehát amire szükségünk van, az egy dolog, és amit pedig akarunk, az egy másik dolog. És általában előbb-utóbb mindegyikünknek meg lesz, amire szüksége van, de azt soha senki nem kapja meg, amit csak úgy akar. Mert ha megkapta, akkor akar valami mást. És még többet. És meg annál is többet. Tehát amit úgy akargatunk, meg vágyunk rá, az nem. Vonzani mindent lehet. Lehet vizualizálni, el lehet játszani, lehet nagyon jó színésznek lenni a fürdőszoba tükör előtt, beülni a hálószobában a képzeletbeli autóba, és sebességet váltani rajta. Ezt mind lehet. Csak mennyi ebből a projekció és az önáltatás, és mennyi a tartós tudati teremtés. Itt egyetlen egy választóvíz van. Összhangban van-e az okozatiság törvényével, vagy pedig megírom azt a verset, amelynek az a címe, hogy a Szahara álomvilágában élek, írta Troppauer Hüméér. Na, az a Szahara álomvilága, és ezt le is gyártjuk, és alatta ott a sivatag. Csak az a baj, hogy a Szahara álomvilágában azt hisszük, hogy ott a forrás, ezt közben szomjan halunk, mert délibáb az egész. És hogyha az okozatisággal összhangban van, akkor szépen, fokozatosan, tényleg teremtő módon bevonzod, megteremted, felveszed rá a hitelt, aztán belebuksz, tehát ilyenek is mind-mind vannak. Az igazi kérdés az, hogy mennyire láttad át az irányt és a módszert. Tehát, hogy mi a célképzet, és hogy hogyan jutsz el oda. Tehát, ha mind a kettő tiszta, akkor ez persze egy teremthetet. Ez nem csak a mostani New Age mozgalmakban, hogy bevonzom. Hát a vágyat eddig is értettük. A türelmet is. Csak az, hogy ugye milyen irányvétel, miért csinálom? Csak magamnak, másoknak? Mi az eredmény? Mennyire tartós? Mit fogok csinálni utána? Megvan. Na és? Tehát mindent lehet, csak az egyik ugye az álomvilágba tartozik, a másik pedig a realitásba. És van átmenet az álomvilág és a realitás között, tehát tudsz olyat teremteni, ami eddig még nem volt, csak tudni kell a szabályokat. És ez a szabálygyűjtemény, ez az okozatiság törvénye, ez a karma. Hát ha ismered a karma törvényét, akkor teremtéssel sincs gond, csak ne felejtsük el utána kitakarítani a sufnit, jó? Tehát söpörjük le utána az asztalt, és hogyha a teremtés éppen jól sikerült, akkor nézzük meg, hogy ez meddig tart, és utána le kell lebontani. Magyarul vissza kell leforgatni a terméket valami egyébbe. Ez annyira fontos volt ez a három, a teremtés, megtartás, lebontás, hogy a régi hindu panteonban három darab külön főnöke volt, Brahma volt a teremtés istene, Vishnu a megtartásé, Shiva pedig a lebontásé. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy ha te teremteni szeretsz, akkor szeressed azt megtartani is, mert hát ugye rögtön nem dobjuk a papírkosárba, és lássuk be, hogy a termékkörforgás mikor érkezett el odáig, hogy ugye vissza kell forgatni. És így már teljes. Mert imádunk teremteni, építünk, csinálunk, meghúzunk, kiásunk, felépítünk, bármi, csak aztán a következő generációnak el kell pakolni az atomhulladékot, újra rozsdátlanítani kell az Eiffel-tornyot, és ez mind, csak ez ugye a megtartás ez egy visnui feladat, és a lebontás pedig egy sivai. De mindenki teremteni szeretne, és nem számolunk a következményekkel. És főleg ez a nyugati teremtésmánia, ez nem csak egy teisztikus képből következik, hanem abból, hogy egy olyan lineáris időképünk van, itt nyugaton, be van kódolva a kultúrába.
ami valamikor egy nagy, ilyen hatnapos ősrobbanás sorozata elkezdődött, és az ott tart, és egészen egy nagy végítéletes recsig, ameddig ugye vissza nem olvadunk abba a kis aranyos kis szingularitásba, ugye, addig az tart. És nem látjuk át közben a ciklikus folyamatokat. Ezért kellett a nyugatot 150 év fogyasztói társadalma után megtanítani arra, hogy visszaforgassuk a hulladékot. Bizony. Mert addig nem forgattuk, és amikor megteltek ezek a hatalmas szeméttelepek a saját szemetünkkel, meg a tengerek ezek a millió tonnányi műanyagokat, lehet, hogy gyerekek, valami baj van. Megtanultunk teremteni, ontják a gyárak ezeket a cuccokat, valameddig, amíg a garancia van, ugye meg is tartjuk őket, utána már drága javítani, elhajítjuk. Na most Sivára nem fizettünk elő. Vishnura se nagyon, mert ugye nem tart túl sokáig. De Sivát nem szeretjük, pedig szép, meg nő is, meg minden. Tehát nem szeretjük, mert ezt a lebontás, visszaolvasztás, pusztítás, ez nem olyan jó, ezt nem szeretjük. Nem itt van mit tenni? Az egészet meg kell venni. Csomagba jön, így egységcsomagba. Úgy? Tehát, hogyha az egységcsomagból bármit kihagyunk, a másik kettő sem működik. Tehát nagyon kreatívak, nagyon-nagyon gyönyörűséges teremtőek szeretnék lenni, vállaljuk el, hogy amikor már nem tartjuk meg, mert már nincs dolg, akkor azt mi szépen vissza is forgatjuk, lebontjuk, ha kell, pusztítjuk. Oké? Okay? És így szerintem egyensúlyba lesz. Köszönöm. Szívesen. Én arra lennék kíváncsi, hogy zen szemszögből hogyan tudjuk értelmezni a boldogságot? Kiveszem a szememből a szöget, így. Na, boldogság... Ez egy érzés zen szemszögből, vagy ez valami más? A boldogság az, ami a melletted lévővel kezdődik. Nem veled. Ő megmondja. Mitől vagy boldog, lelkem? Akkor tudod. Jó? Egyébként miért? Szeretnék megköszönni a kitartó tanításodat. Nagyon szívesen. Hát ezen az érzelmileg rendkívül nyitott és érzékenyen reszkető pillanatban szeretném megköszönni én is a tartós gyakorlatot mindenkitől, azt az érdeklődést, elhivatottságot, amivel ezt a néha egyáltalán nem érdekes szellemi irányzatot ugye díjazzátok. Mert Zoló és én széthumorkodhatjuk magunkat, hogyha te nem találod ezt az egészet számodra eléggé kifizetődőnek, te nem lennél itt, még adomány alapon se. De a lényeg az, hogyha belül valamit, hogy elkezd csiklandozni az én gyakorlat, az még csak öröm, az nem boldogság. Tudod, hogy az öröm és a boldogság az nem ugyanaz. Na, tehát ha valamit belül ott elkezdett kapargatni és nyitni, és tisztítani, akkor ennek az egésznek van értelme és haszna. És nekem csak az a szerény javaslatom, hogy folytassuk. Tehát motiváció, tapasztalatod mértékeben, hogy látod, hogy ez működik, vagy hogy nem működik, és miért nem működik, ugye? Tehát kíváncsiságunk mértékében is. Akármi legyen az, ha csinálod, 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 egyszer csak rájössz, hogy valójában miről szól. Mindegy, hogy mennyi ideig tart. Mindegy, hogy szereted vagy nem szereted magadat közben. A mai nap utolsó metaforájaként egy apró pici egeret szeretnék ide behozni a térbe, egy hatalmas vajling friss tejbe beledobod. És a szegényke, ugye, hát megfulladna, ha nem kezden el kapálózni. És kapálódzik, kapálódzik ez a szerencsétlen egér, és hát tele van jóléttel, meg boldogsággal, mert ott van a zsírdús, nem eurokonform, 3,2 tömegszázalékos tej. És ott kapálódzik, már ivott eleget, már majdnem megfulladt szegény a jólétben, és csak tolja. És egyszer csak észrevesz, hogy valami ott megsűrűsödött. Ez ugyanaz a vajling, de már nem ugyanaz a közeg, mert annyit kapálódzott a mi kis egerünk, hogy vajjás sikerült köpülnie a tejet. Tehát én azt javaslom, hogyha egyszer ilyen finom, kicsi, édes tejet megízleltünk, és beleugrottunk ebbe a vajlingba, kapálózzunk már egy kicsit.
Ne csak így add tele magad, hogy aztán kiáltozz, hogy jaj, megfulladok, megfulladok. Kezdjék apálózni. Törekedj. És hogyha törekszel, akkor egyszer csak a karmádat sikerül egy kis darmává köpülni. Ugyanott van. Csak az egyik a terhed, a másik az eszközöd. Az egyik a nyomorod, a másik a szabadságod. És ez önmagában nem változik. De ahogy viszonyulsz hozzá, ahogy megéled, ahogy fölhasználod, az dönti el, hogy számodra végzett vagy kezdett lehetőség, vagy pedig a teljes beszűkülés és determináció. Ha ez a gyakorlat csak egy pillanatnyi belső realizációt hozott, ha csak egy morzsányi karmádat máshova tette, ha csak egy centit mozdult ki a nézőpontod, már nem volt hiába, akkor már az egérke jó nagyot rúgott a tejbe. Van még másik három lába, tessék szépen sorjában utána tenni. Pillanatról pillanatra tiszta tudat, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Úgyhogy ezzel szeretném mindenkinek megköszönni kitüntető figyelmet, és térjünk vissza a gyakorlatunkhoz, és akik a három hónaposra beneveztek, azoknak már előre gratulálok, hogy milyen szép élményben lesz majd részük, és akik itt lesznek február utolsó hetében is, szigorúan is, azokkal rögtön Koreából való visszaérkezésem után fogok találkozni. Úgyhogy mindannyiótoknak szép telet, jó egészséget és jó közös gyakorlatot kívánok. Köszönöm.